Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Augusztus 21-e van, a Sámuelek ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei röviden. Tovább csökkent a várakozási idő a szerb-magyar határon. Szerbiában az idei év végéig nem terveznek gázáremelést a háztartások számára. Holnapig lehet jelentkezni az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzésére. Lövöldözés egy nyugat-boszniai gimnáziumban. Tovább csökkent a várakozási idő a szerb-magyar határon. Az utazók számára tehát jó hír, hogy az elmúlt kritikus napok után szerda reggel tovább mérséklődött a várakozás. Az illetékesek szerint azonban a hétvégén ismét torlódások alakulhatnak ki. A helyszínről Annus Beatrix tudósít. Mérséklődött a várakozás a szerb-magyar határon. Kisebbek a sorok, és gyorsabb az átjutás is az átkelőkön. Az elmúlt napokban volt, ahol több tíz órán át is tartott a veszteglés az út mellett az utazóknak. Mára azonban, ahogy mögöttem is látszik, ez az idő lecsökkent. A Border Watcher applikáció információi szerint ma 11:30 körül a Horgos-Röszke közúti átkelőn 150-160 percet, míg a Királyhalom másodhalom átkelőn 45-50 percet, valamint a Tompa-Kelebiai átkelőn 90-100 percig tartott a várakozás. Továbbra is érdemes a kisebb átkelőket választani Magyarország felé, mint amilyen a Rábék-Kübekháza, a Bajmok-Bácsalmás vagy a Gyála-Tisza-sziget. Ezeken az átkelőkön ugyanis kisebb a torlódás. Ma a délelőtti órákban 16-tól 30 perces várakozásra számíthattak az utazók. Meghalt egy bányász a Medvegye melletti Lecce bányában, akire egy szikladarab esett rá. A baleset miatt ma nem dolgozik a nappali műszak, csak szivattyúsok pumpálják ki a vizet. A helyszínen vizsgálatot folytat az illetékes felügyelőség. Leszkovác rendőrkapitányságán megerősítették a 44 éves NM halálát, aki a Lecce Arany Ólom és Cinkbányában dolgozott. A baleset éjfél után fél órával történt, amikor fúrás közben egy szikladarab a bányászra zuhant. Duszko Gagić, a bányaműszaki igazgatója elmondta, hogy minden a bányában végzett munkával kapcsolatos jogszabályban előírt biztonsági intézkedést betartottak. A Lecce bánya egyébként 2017 óta csődeljárás alatt van. 420 főt foglalkoztatnak, ebből 180 bányász. Szerbiában az idei év végéig nem terveznek gázár emelést a háztartások számára, míg a gazdaságban csak kisebb árkorrekciók várhatók, függetlenül attól, hogyan változik a kőolaj ára. Ezt a Srbijagas vezérigazgatója Dusan Bajatović mondta, aki kiemelte, hogy nem számít komolyabb fennakadásra a gázellátásban. Szerbia biztosította a gáztartalékokat, és az udvarnoki gáztároló megtelt. A gáz tehát nem lesz drágább a háztartások számára, de az biztos, hogy az olajár változásától függetlenül egy kis emelkedés lesz az ipar számára, szögezte le Bajatović. Maja Gojković tartományi kormányelnök és Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke ma munkamegbeszélésen egyeztetett a vajdasági parlament soron következő ülésének legfontosabb napi rendi pontjáról, ez pedig a tartományi költségvetés első idei módosítási javaslata. Maja Gojković arról tájékoztatta Juhász Bálintot, hogy a tervezett módosítás biztosítja majd a szükséges forrásokat a vízgazdálkodási és a környezetvédelmi, a közlekedési infrastruktúra, az egészségügyi, az oktatási és a tudományos kutatási beruházásokhoz és tevékenységekhez. A beszélgető partnerek egyetértettek abban, hogy a mai találkozó a jó gyakorlat példája a két intézmény rendszeres tevékenységét illetően. Holnapig lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató képzésére. A képzés ingyenes, a szállást, valamint a napi menüebéd költségeit az MNT biztosítja, míg az utazási költség a résztvevőket terheli és saját szervezést igényel. A tudásszint felmérés időpontja augusztus 27-10 óra, melyekre Szabadkán a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban, Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban, valamint a Temerin
Széchenyi Kókai Imre általános iskolában kerül sor. A 80 tanórából álló órákat szeptember 2-a és 13-a között tartják meg a már felvételt nyert elsőéves egyetemisták és a vajdasági jogász ösztöndíj programban résztvevők számára. A program helyszíne az Újvidéki Európa Kollégium. Jelentkezni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet augusztus 22-e 14 óráig. A félelem az autóvezetéstől és a forgalomban való közlekedéstől számos kezdő sofőr életében jelen van. Vannak, akik már megszerezték a jogosítványukat, mégsem szeretnek volán mögé ülni. Autóval közlekedni gyakran félelmetes lehet, és számos feszültség érhet minket közben. Tapasztalatszerzéssel azonban felülkerekedhetünk félelmeinken. Számomra a vezetés rendkívül felszabadító érzés. Szeretem egyedül vagy társaságban, jó zenéket hallgatva, és természetesen a közlekedési szabályokat betartva róni a vajdasági utakat. De az autóvezetés sokaknak nem ennyire felemelő érzés. Sok kezdő sofőr számol be arról, hogy bár a kezükben van a számos nehézség árán kiérdemelt jogosítvány, mégis bizonytalansággal küzdenek a forgalomban. Az oktató vagy egy tapasztalt sofőr jelenléte biztonságérzetet nyújthat. De amikor az ember egyedül próbál megküzdeni a forgalom nehézségeivel, gyakran ismeretlen helyzetekkel is szembe kell néznie. A legnehezebb dolog elhinni, hogy tud az ember vezetni, és utána meg azt, hogy attól, hogy ő betartja a szabályokat, nem biztos, hogy más is be fogja tartani. Tehát, hogy mindig résen kell lenni, hogy ki mit fog csinálni, és azt abban a pillanatban meg kell oldani gyorsan. Meg a másik az, amikor az ember tényleg abban a tempóban vezet, ahogy ki van írva, akkor van, hogy siettetni akarják, és akkor azt kell ignorálni, hogy dudálnak. Rózsa István gépjárművezető oktató szerint a legfontosabb a tapasztalatszerzés és a teljes éberfigyelem a forgalomban. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az autóvezetői képzés során senkiből nem válik profi sofőr. A tanulás a vizsga után is folytatódhat, és érdemes lehet először kisebb intenzitású forgalmi utakon próbálkozni. Akkor kell vizsgázni, amikor valakit érdekel. Mert ha valakit érdekel, az az autóvezetés, szeretné csinálni, akkor jobban oda tud figyelni. És itt már akkor tehát a forgalomra is tehát tudja figyelni, ha nagyobb a forgalom, akkor is tud figyelni. Tehát valami módon, aki vezet, aki részt vesz a közlekedésbe, érdekessé kellene, hogy tegye saját magának. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És itt kellene valahogy ezt mindenkinek rájönni, hogy most mennyire mer. Mert az is fontos, hogy ha valaki nem mer, akkor egy valahol, ahogy mondtam az előbb, ahol kisebb a forgalom, ott próbálni, esetleg segítségét kérni valakitől, szülő, valaki üljön mellette. A kezdővezetők autóin egy próbatábla jelzi a forgalom résztvevőinek, hogy kevésbé tapasztalt sofőrről van szó. Fontos, hogy a tapasztaltabbak külön figyelmet fordítsanak rájuk, legyenek türelmesek és segítsék őket a forgalomban a biztonságos közlekedés érdekében. Hárman meghaltak, egy ember pedig súlyosan megsebesült szerdán a nyugat-boszniai Szánszki Most egyik gimnáziumában, ahol egy iskolai dolgozó tüzet nyitott a tantestületi gyűlésen résztvevő tanárokra. Sajtóinformációk szerint az áldozatok között van a gimnázium igazgatója, titkára és az egyik tanár is. A lövöldözés tényét a helyi rendőrség szóvivője is megerősítette. A lövöldözést követően a gyanúsított megpróbált magával is végezni, jelenleg a Banja-Lukai kórházban ápolják. Drónzáport zúdított Ukrajna Moszkvára. Kedről szerdára virradóra 11 drónt kellett hatástalanítani az orosz légvédelemnek. Az X közösségi platformon több felvétel is kering a támadásról, az esetleges okozott károkról egyelőre nem érkeztek információk. A háború egyik legnagyobb dróntámadását indította Moszkva ellen Ukrajna, legalábbis Szergej Szobjenyin szerint. A város polgármestere arról számolt be, hogy 11 Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg.
több drónt a Kremltől 38 kilométerre található Podolszk felett. Az orosz hadügyminisztérium további 23 ukrán drón lelövéséről adott hírt a határmenti Brjansk régióban, míg Belgorod fölött 6 drónt semmisítettek meg. Ezek mellett a Moszkvával határos Kaluga régióban 3-at, a Kurszki régióban pedig 2-t. Az oroszok sem tétlenkednek. 3 új katonai egységet hoztak létre a déli határ mentén, hogy ezekkel próbálják meg feltartóztatni a támadó ukrán erőket, de Donbaszban is folytatják a harcot. Napról napra új települések elfoglalását jelentik be. Kijev pedig attól tart, hogy 2 héten belül körbezárják Pokrovszkot, ezért elrendelték a város kiürítését. A helyiek folyamatosan hagyják el a térséget, de még több 10 000-en vannak a veszélyeztetett zónában. Ukrajna nem csak a légtérben, hanem a szárazföldön is támad. Kijev szerint az egységeik a Kurszk régióban 28-35 kilométeres mélységben hatoltak be orosz területre. Csapataik több 100 hadifoglyot ejtettek az offenzíva során. A foglyokat jó körülmények között tartják. A francia hírügynökség munkatársai meg is látogathattak egy olyan tábort, ahol frissen elfogott oroszokat őriznek. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Ma kezdődik az Interetno Fesztivál. Megkezdi idei európai szereplését a TSC labdarúgó csapata. A világ minden év augusztusában Szabadkára érkezik, ugyanis ebben az időszakban szervezik meg az Interetno Fesztivált, amely igazi multietnikus sokadalom. A fesztivál a nagy találkozások színtere, melynek legerősebb vonzereje a közösségi érzés. Kapcsolunk most Husnyák Andreához, aki már a helyszínen van. Szia Andrea, milyen programokkal várják az érdeklődőket idén, és honnan érkeznek a fellépők? Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Itt állok Etnopolis helyszínén. 23. alkalommal tartják ezt a nagy hírű fesztivált, és igazából nagyon sok helyről érkeznek ide vendégek, már híre ment a fesztiválnak jó régóta, és nem csak látogatóként érkeznek ide vendégek, hanem szereplőként is természetesen. Nem sokára Bodrogi Hajnalka szervező elmondja majd nekünk, hogy ki mindenkit várnak ide. Ebben a pillanatban a hátam mögött éppen a gyerekeket szórakoztatják, mégpedig tánc és hangszer bemutatót tartanak. Ez egyébként érvényes, aki már ismeri az Interetno Fesztivál programját, 4 órától ki lehet jönni, 6 órától kezdődnek a programok, és hát a gyermekfoglalkozások évről évre népszerűbbek, úgyhogy a legkisebbek sosem unatkoznak, de nem unatkoznak a nagyok sem az idén. Bodrogi Hajnalka szervezés egyik magja, főszervező, kiket várhatunk ide táncosok terén, illetve ma lesz egy nagyszabású táncos bemutatkozás is a falu, erről mit kell. Hamarosan kezdetét veszi a nyitó ceremónia, megközelítőleg 250 táncost várunk ide Etnopolisba, akik részt vesznek a nyitó ceremónián, és hát a várva várt világ elérkezett újból Szabadkára, megérkeztek a vendégeink, mindannyian itt vannak most már Szabadkán, megtörténtek a hangbeállások, a táncbeállások a színpadon, úgyhogy hamarosan mindenki itt lesz, és természetesen, ahogy elmondtad, itt van velünk először Vajda, Fitos Dezső társulat és a falu néptánc színházi előadást mutatják majd be a nagy közönségnek. Erről egy-két mondatot mondjál, mert azt mondják, hogy nagyon sikeres táncelőadás a falu, és hát nagyon fiatalok a színpadon levők, és nagyon energikusak. Mit adnak majd elő, hogyan kell elképzelni ezt az előadást? Én úgy gondolom, hogy igen, egy nagyon fiatal táncos társulatról van szó, hivatásos táncegyüttes, és egy nagyon-nagyon jó példát mutatnak a mi fiataljainknak, követendő példát, hogy a néptánc is lehet trendi, a néptánc is modern, és nem ciki, tehát igenis lehet ezt a példát követni, és ezáltal ők tudnak menők lenni, és hát valójában, aki kilátogat a térre, egy csodálatos táncszínházi előadást láthat, amiben ugye felvonulnak a magyar tájegységek különböző táncai, és ez mind-mind gyönyörű táncszínházi előadásba beleöltve.
Nagyon várják a nézők minden évben a külföldi táncosokat is, végigkísérik a magyar tánccsoportokat is, de hiszen akkor találkozhatnak a külföldiekkel, és a színes viseletükkel élőben és a táncaikkal először, vagy élőben itt Szabadkán, máshol nem annyira. Kiket láthatunk, kik jönnek ide a világ minden tájáról idén? Tengeren túlról itt lesz ugye Bolívia, Kolumbia, Ekvádor, Európából itt van ugye Portugália, Bulgária, így van, Magyarország, segítséget nagyon szépen köszönöm, és természetesen a hazai tánc együttesek is itt vannak velünk. Hajni, köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok. Önöknek pedig mondom, hogy aki a program felől érdeklődik, a főtéren, itt a Városháza mellett megtalálhatja egy hatalmas panón, ki van nyomtatva az egész 25-ig vasárnapig tartó program órákra bontva, illetve természetesen az Interetno honlapján, az interneten is tájékozódhatnak. Interetno 23-szor jöjjenek ki! Husnyák Andrának köszönjük szépen. Pásztor Istvánra, a VMS korábbi elnökére emlékeztek meg Tisza-Szent Miklóson a tiszteletére elhelyezett emléktábla előtt. A szervezők célja, hogy augusztus 20-án minden évben megkoszorúzzák az emléktáblát. A VMS korábbi elnökének tiszteletére elhelyezett emléktábla a Tisza-Szentmiklósi Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület székházán kapott helyet. Pásztor István fontosnak tartotta, hogy a magyar érdekképviselet a tömb mellett a szórványban is megvalósuljon. Ezeket a közösségüket külön támogatta, külön figyelmet, gondot viselt róluk. Mi nekünk például Tisza-Szentmiklóson 1963. június 13-án elvették a magyar kultúrkörünket. Egy aláírásra összevonták az összes kultúrkört, ami létezett Szentmiklóson, és egy terembe rakták az összeset, a szerbet, magyar, szlovákot, mindent. Így elvesztettük a magyar házat. De 2021-ben pásztor elnök úrnak köszönhetően újra van a Tisza-Szentmiklósi magyaroknak egy háza. Az emlékezés virágát Hugyik Rihárda, az MNT végrehajtó bizottságának tagja is elhelyezte Pásztor István emléktáblájánál. Augusztus 20-án született Pásztor István, aki a kerességben az István nevet kapta nem véletlenül, és ő a Vajdasági Magyar Szövetség elmúlt időszakának kiemelkedő jelentőségű elnöke volt, aki az elmúlt 17 évben tavalyi tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig vezette a délvidéki magyarság legfontosabb politikai szervezetét. Egy jól átgondolt stratégiával a közösség megmaradásáért és a szülőföldön magyarként való megmaradásáért küzdött. Ez volt a legfontosabb célkitűzése. A Pásztor István tiszteletére Tisza-Szentmiklóson emelt emléktáblát idén márciusban leplezték le. Szent Istvánra emlékeztek egy ünnepi műsor Szent Mise és koszorúzás keretében Moholon. A Csobolyó Művelődési Egyesület a Szent György plébánia és a Vajdasági Magyar Szövetség együttes szervezésében. A Csobolyó Művelődési Egyesület tagjai már évek óta készítenek műsort Szent István tiszteletére. Fontosnak tartják az ünnepet és a hagyományápolást. A legelején szekérrel megérkezik a szentelt kenyér, két kisgyerek hozza, és besétálnak az udvarba, ott pedig a csobolyós gyerekek egy kis énekkel és tambura szóval ünnepli meg, majd pedig az asszonykórus is, vagyis a népdalkör fejezi a műsort, és Szent István dalokat hoztunk, és ilyen hát az ünnephez illő népdalokat. Sokan vettek részt az államalapító király és az új kenyér ünnepe tiszteletére tartott szentmisén. Az eseményen sor került a hagyományos kenyér szentelésre is. Szent Istvánnak nem csupán a magyar nemzet vonatkozásában, hanem Európa vonatkozásában is óriási szerepe volt, hiszen számtalan nemzet követte az ő példáját az államalapítás vonatkozásában. Ez mellett ugye évezredes hagyatéka van munkásságának, és
amelyből a mai napig is elmondhatjuk azt, hogy példaértékű és táplálkozunk belőle. Lajkó Szilvia, a Magyar Nemzeti Tanács tagja kiemelte, hogy Szent István napja és az új kenyér ünnepe nem csupán kulturális örökségünk része, hanem fontos szerepet játszik közösségünk erősítésében is. A Magyar Nemzeti Tanács elkötelezett a kulturális események támogatásában és előremozdításában, mert ezek az események hozzájárulnak a közösségi identitás erősítéséhez. Ugyanakkor azon is dolgozunk, hogy ezek az események ne csak megemlékezések legyenek, hanem legyenek élő részei a közösségi életnek, amelynek keretében lehetőség nyílik a közös eredmények és örökségek ünneplésére. A Szent Mise után a Szent István szobornál műsort és koszorúzási ünnepséget tartottak. Száztizenhét éves korában meghalt a világ legidősebb embere, Maria Brañas Morera. A spanyol nő 1907-ben született az Egyesült Államokban, túlélte a két világháborút és a spanyol polgárháborút is. Legkisebb lánya azt nyilatkozta, hogy édesanyja genetikának köszönheti a hosszú életét. Soha nem járt kórházban, soha nem tört el egyetlen csontja sem. A Guinness hivatalosan 2023. januárjában ismerte el, hogy Maria világ legidősebb embere, miután 118 évesen elhunyt Lucille Randon, francia apáca. A spanyol nő halála után a legidősebb élő ember a japán Tomiko Itoka, aki 1908. május 23-án született, tehát 116 éves. Megkezdi idei európai szereplését a TSC labdarúgó csapata. A topolyai együttes holnap este a Maccabi Tel Aviv ellen lép pályára az Európa Liga utolsó selejtező körében. A párharc első mérkőzésének házigazdája papíron az izraeli csapat, de az ottani háborús helyzet miatt a meccset Szombathelyen rendezik, csütörtök este 8 órától. Jó hangulatban zajlott a TSC szerda délelőtti edzése. A topolyai csapat gőzerővel készül az Európa Liga utolsó selejtezőkörére, ahol a Maccabi Tel Avivot kell legyőzniük ahhoz, hogy ott lehessenek az EL főtábláján. A párharc favoritja az izraeli csapat, véli a TSC edzője. Deán Klafurić azonban kiemelte, céljuk, hogy meglepetést okozzanak és tovább jussanak. I mi vjerujemo da možemo iznenaditi i mi ćemo se tako i postaviti u te obje utakmice da sa ciljem da se plasiramo u Evropsku ligu. A TSC-re pikáns párharc vár, hiszen a Maccabi Tel Aviv együttesét az a Zsárkó Lazetić irányítja, aki nemrégiben még Topolyán ért el komoly sikereket. A TSC játékosaiban nagy a bizonyítási vágy, azonban ha mégsem jönne össze a továbbjutás, akkor sincs minden veszve, hiszen az európai ősz már zsebben van. Európa új kihívás, és ami fontos számunkra, hogy ebből a két mérkőzésből bárhogy is jövünk ki, mi csoportküzdelmet fogunk játszani. Ez a csoportküzdelem ez lehet továbbjutás esetén az Európa Liga csoportküzdelme, illetve hogyha nem sikerülne továbbjutnunk, akkor a konferencia ligába játszanak csoportban. A Maccabi Tel Aviv elleni odavágót az izraeli háborús helyzet miatt Szombathelyen játsszák csütörtök este 8 órától, a továbbjutást eldöntő visszavágót pedig egy hét múlva a TSC arénában rendezik meg. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Tovább csökkent a várakozási idő a szerb-magyar határon. Szerbiában az idei év végéig nem terveznek gázáremelést a háztartások számára. Holnapig lehet jelentkezni az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzésére. Lövöldözés egy nyugat-boszniai gimnáziumban. Köszönjük, hogy követték hírműsorunkat, még több információt honlapunkon a pannonrtv.com-on olvashatnak. Ha tehetik, folytassák velünk az estét, minden jót kívánunk, a viszontlátásra!